Összevert egy férfit a BKK biztonsági őre a budapesti 4-es-6-os villamoson. Egyetlen utas sem lépett közbe, de valaki telefonnal rögzítette a bántalmazást. Azóta eljárás indult a biztonsági őr és a megvert utas ellen is. Felkavaró képek következnek. Durván elbántak egy utassal a 4-es-6-os villamoson a napokban. A BKK biztonsági őre szinte megállás nélkül vert egy férfit. Még a földön is ököllel ütötte, majd fejbe rúgta a maga tehetetlennek látszó embert. A felvételt egy utas készítette. Több szemtanúja is volt a biztonsági őrök intézkedésének, de senki nem lépett közbe. A személy- és vagyonvédelmi szakmai kamara szerint az őrök csak úgymond arányos mértékű testi kényszert alkalmazhatnak. Nincs felhúzás lehetőség, hogy az utast összerúgdossuk, üssük, verjük, tehát nem tartalmazza semmiféle szakmai norma ezeket a lehetőségeket. Előszokott fordulni, hogy a letepert utasra rátérdelnek. Az illető úgy érzi, hogy akkor most neki indokolatlanul térdeltek a nyakára. Valamilyen módon lehet, hogy megpróbálták lentartani. Sajnos nem láttam az előzményeket. Az utasok szerint is vétkes lehetett valamiben a megvert férfi, de azt elítélték, ahogyan a biztonsági őr leszámolt vele. Ez a felvétel tavaly készült. A rúgdosódásig fajult dulakodás ugyancsak a 4-es-6-os villamos egyik megállójában történt. Később a földre tepert férfivel és az ellenőrökkel szemben is eljárás indult. A mostani túlkapás után a kiérkező rendőrök a megvert férfit vitték be. A budapesti rendőrfőkapitányság szerint tekintettel arra, hogy az utasa jegyellenőrt ellökte, ezért vele szemben büntető eljárás indult, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak megalapozott gyanúja miatt. A nyomozók, mint írták, csak az eljárás során szereztek tudomást arról, hogy a jegyellenőrt ellökő utast is bántalmazta egy biztonsági őr. Már őt is kihallgatták, súlyos testisértés kísérletével gyanúsítják. A cége alvállalkozója a BKK-nak. Elvileg határozott, jogszerű, udvarias, kultúrált, a szolgáltatói attitűdnek megfelelő viselkedés kellett volna tanúsítania az őrnek. A BKK elfogadhatatlannak tartja a történteket.